Ebben a sorozatban Jákov, azaz Jakab levelét vizsgáljuk, és megnézzük, hogy mi is az, amit üzen, hogyan kerülhetünk közelebb Jahua útjához és az ő instrukcióihoz, illetve magához a Teremtőhöz, Jákov levelének segítségével. Kezdjük rögtön Jákov nevével, és ez pedig nem más, mint Strong's H3290. Yaakov. Yaakov. Jákov, melynek jelentése ugye sarok tartó vagy sarok fogó, hiszen Jákov az, amikor először használatos Jákov, ugye ő volt, később Izraelé vált, Ézsaunak a sarkát fogta, amikor megszületett. Ezért így hívják. Van egy másik jelentése, ami valamivel érdekesebb ennél. Ez pedig azt jelenti, hogy kicserélő vagy megkerülő, ugye ebben az esetben olyan értelemben, hogy Jákob volt az, aki Ézsau helyébe lépett, akivel kicserélte a teremtő, hiszen először Ézsau született, és csak azután Jákob, azonban Ézsau eladta az elsőszülöttségi jogát, ezáltal Jákobra hagyva, illetve Jákob volt az, aki a helyébe lépett és megkerülte őt. A héber kádosi lexikon szerint Jákob jelentése valaki, aki megfogja a sarkat, a sarkát az embernek, aki megcseréli, kicseréli, vagy pedig a helyébe lép, illetve egy érdekes, hogy a csapdák állítója szintén Jákob. Ha egyel visszább ásunk és megnézzük, hogy mi a szó töve, akkor meglátjuk. Strong's H6117. Akev. Akev. Melynek jelentése megkerülni, vagy pedig a helyébe lépni, illetve a sarkat megragadni. Úgyhogy ezt jelenti Jákob neve. Ha megvizsgáljuk azt, hogy milyen karakterekből áll, akkor látjuk azt, hogy egy Jod, egy Ayin, Kuf és egy Bet alkotja Jákob nevét. Nézzük meg, hogy mi is az, amit ebből ki tudunk deríteni. A Jod karakter az egy kinyújtott kart jelent, illetve a kezeket, amelyek fölfelé fordulnak. Ez pedig az ember munkásságát, a tetteit jelképezi, illetve valaminek az imádatát. Ez a Jod. Ha tovább haladunk, akkor látjuk, hogy az Ayin az egy spirituális látást jelképez, hiszen maga a karakter egy szemet ábrázol, ami a látást, a tudást, az értelmet reprezentálja. A kuf pedig a napot jelképezi a horizonton, és ez a dolgok körforgását jelenti, vagy az időt, az ünnepek körforgását, illetve magát a fényt is, és végezetül pedig a bet, amely egy házat ábrázol, illetve egy sátornak az alapját, ez pedig a házat reprezentálja, a családot, és valamiben lenni, ezt is jelentheti. Mindenki úgy értelmezi, ahogyan jónak látja, az egyik lehetséges módját akarom csak elmondani, az pedig lehetséges, hogy az ember munkássága, vagyis cselekedetei, azok megmutatják, megláttatják, vagy megértetik azt a fényt, amely az ő házában, vagy benne lakozik. Ezek után pedig nézzük meg, hogy mi is az, amiről Jákob, vagy Jákob ír. Az első fejezet így kezdődik. Jakab, vagy Jakob, Elohimnek és Adonai Jehusák másiáknak szolgálja az elszórtan levő 12 nemzetségnek üdvözletem. Az elszórtan levő 12 nemzetséghez ír. És nem csak ő az egyetlen, aki az elszórtan élő 12 nemzetséghez szól, hanem ezen kívül számtalan más levél is ezekhez, ehhez a népcsoporthoz szól. Úgyhogy az az állítás, hogy az Izrael elveszett törzseinek már nincsen jelentősége, az nem lehet igaz, és az sem, hogy a Brit Karsa, az új szövetség, az csak és kizárólag az úgymond egyházról szól, hiszen ha valamiről ez nem szól, akkor az, amit ma kereszténységnek hívunk.
hogy kiről is szól igazából ez. Arra az egyik nagyszerű magyarázat Eszter könyvében található. Eszter mellesleg szintén egy pogány kifejezés, egy pogány név, melyet ugye megkapott a perzsa és méd fogság idején, eredeti neve Hadassa. Eszter egyébként eredetileg Estar, melynek jelentése csillag, ami ugye Istár, vagy Asterot, vagy Aserák, ami természetesen a húsvét ünnepe, amit a keresztények oly lelkesen ünnepelnek, ez nem más, mint Estár, Aserá, vagy Asterot, Istár, vagy a csillag ünnepe. Amikor is a mesiák követői disznót esznek, és nyúltojásokat kergetnek. De nézzük meg, hogy Eszter könyve miről árulkodik. Ez Hadassa, vagy Eszter 3-as, 8-as vers. És mondá Hámán Ahasvérus királynak, van egy nép elszórva és elkülönítve a népek között. Országod minden tartományában, és az ő törvényei különböznek minden nemzetségtől. És a király törvényeit nem teljesíti, a királynak bizony nem illik úgy hagyni őket. Szóval ez a nép, amely már akkor is elszórva volt és elkülönítve a népek között, és saját törvényei voltak, mely különbözik minden népétől, ezek nem teljesítették a király törvényeit. Ugyanez érvényes a mai nap, mindazok, akik Jahua útját járják, azok elkülönülve élnek a többi népektől, és saját törvényeik vannak, saját erkölcsi rendszere. Azonban Jákob az ő levelében ugyanerre utal, elszórtan levő 12 nemzetségnek, mely ezek közt a népek között él. Ezeket szólítja meg. Úgyhogy azt állítani, hogy a 12 törzsnek már nincs jelentősége, illetve Izraelnek, az balgaság. Tehelim 44-es fejezet szintén erről árulkodik, a 10-estől a 12-es versig. Mégis megvetettél, meggyaláztál minket, és nem vonulsz ki seregeinkkel. Ez ugye Jahuához szól, hiszen elhagyták a törvényét, ezért meg elhagyta őket. Megfutamítottál minket szorongatóink előtt, és akik gyűlölnek minket, fosztogattak magunknak. Aki elfordul Jahuától, az erre számíthat. Odadobtál minket vágó juhok gyanánt, és szétszórtál minket a nemzetek között. Jehukanon 11. fejezet 51-52-es versben szintén erről olvashatunk, ezt pedig nem magától mondta, hanem mivel, hogy abban az esztendőben főpap vala, jövendőt mondta, hogy Jehusa meg fog halni a népéért, és nem csak a népéért, hanem azért is, hogy az Elohimnek elszélett gyermekeit egybegyűjtse. Az ő népe ugye Jahuda, a Júda törzse, hiszen ő abból a népből való, a Jeruzsálemben született, mind József, mind pedig Miriam, vagyis Mária az anyja, Jahuda törzséből származott. Ez volt az ő népe. Nem csak az ő népéért hal meg, hanem Elohimnek elszélt gyermekeit is egybegyűjtse. Láthattuk, hogy ezek az Izrael népe. Ez az elsődleges feladata, hogy ezeket egybegyűjtse. Végezetül még egy példa, ez pedig első Kefa 1-es fejezet, első második vers, így szól. Kefa Péter, Jehusa HaMásiák apostola a Pontusban, Galáciában, Kapadóciában, Ázsiában és Bitiniában elszélett jövevényeknek. Azaz ő szintén azoknak ír, akik a 12, Izrael 12 törzséből szétszórva élnek ezeken a területeken, akik ki vannak választva az Atya Elohim eleve rendelése szerint a Ruach megszentelésében, engedelmességre, Jehusák, másiák vérével való meghintése, kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen. Ezekhez ír, akik ki vannak választva az eleve elrendelés szerint, akik elszéledve, szétszórva élnek ezeken a területeken. Ez nem azt jelenti, hogy mások nem csatlakozhatnak ehhez a szövetséghez, ez csak egyszerűen azt jelenti, hogy megvan a hierarchia, a Jahua népe sorozatot ajánlom mindenkinek a figyelmébe, akinek ez még nem tiszta. Második verszak így szól. Teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, mikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. Jakub azt írja, hogy örüljünk, amikor kísértésbe esünk, hiszen ez az, ami által a hit
erősebb lesz, és erősödik ez a hitnek a megpróbáltatása. Ugyanezt írja mellesleg Saul a rómaiakhoz írt levelének 5-ös fejezetében, 3-as 5-ös vers. Nem csak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz. Azaz a megpróbáltatás az türelmet szül. A békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg. Mert az Elohimnek szeretete kitöltetett a mi szívünkbe, a Ruach Kodesh által kiadatott nékünk. Azaz a megpróbáltatásokon keresztül fejlődik az ember, és az a Ruach, az a Szentlélek, ami Jahuától érkezik, Jahusák másiak nevében, ez az, ami erősödik, és ez az, ami átsegít minket ezeken a megpróbáltatásokon, erről ír Saul, de ugyan erről ír Jakob is természetesen, hogy ez az a hit, ami így megpróbáltatik. Mi is a hit? Ez zsidókhoz Avri 11-es fejezet első verszak, a hit pedig a reménylet dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Hit által értjük meg, hogy a világ Elohim beszéde által teremtetett, hogy ami látható a láthatatlanból állott elő, hiszen nem láttuk, azonban elhisszük, ez a hit, a reménylet dolgok valósága, a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ez az, amiről beszél, hogy ezt teszi próbára a megpróbáltatás, és ez az, ami által erősödik a bennünk lakó lélek, hogyha ellenállunk ennek. 4-es verszak, a kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Arra szólít fel, hogy amikor megpróbáltatásokon megyünk keresztül, akkor is a cselekedeteink, azok megmaradjanak harmóniában azzal az úttal, melyet Jehova elvár tőlünk, amelyet a Tora instrukciói segítségével kijelölt. Annak ellenére, hogy ugye Saul szavaival élve háborúságokon megyünk keresztül, vagy megpróbáltatásokon, ennek ellenére meg kell maradnunk tökéletesnek, és mindenféle fogyatkozás, azaz hiba nélkül. Így folytatódik az 5-ös verszak. Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Elohimtől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik néki. Nézzük meg, hogy mit is ért Jakov azon a kifejezésen, hogy bölcsessége, akinek nincsen bölcsessége. Mi is lehet a bölcsesség? Misli 10-es fejezet 31-32-es versből kiderül, legalábbis rávilágít valamelyest arra, hogy bölcsesség mit is takarhat. Az igaznak szája bőségesen szó bölcsességet, a gonoszság nyelve pedig kivágatik. Az igazaknak ajkai azt tudják, ami kedves, az igaztalanok szája pedig a gonoszságot. Ami azt jelenti, hogy az igazak bölcsességet szólnak, a gonoszok pedig gonoszságot. Hogy mi is az igaz, ez Hezekiel 18-as fejezetből ki fog derülni, 20-as, 21-es vers, amely lélek vétkezik, ugye a bűnről van szó, annak meg kell halnia, a fiú ne viselje az apa vétkét, se az apa ne viselje a fiú vétkét. Az igazon legyen az ő igazsága, a gonoszon az ő gonoszsága. Ki fog derülni, hogy mi is az igaz, és mi is a gonosz. 21-es, ha a gonosztevő megtér minden vétkéből, tehát a gonosznak meg kell térnie a bűnből, a vétekből, amelyeket cselekedett, és megtartja minden parancsolataimat, és a törvény szerint, és igazságot cselekszik, élvén éljen meg ne halljon. Úgyhogy az igazság nem más, mint a parancsolat, a törvény, és az ezek szerint való élet. Ez az igazság, és az igazak e szerint élnek, és az ő szájuk bölcsességet szól, hiszen ők ezt tanítják a többi embernek. Ők erre utalnak, erről beszélnek, ez az, amiről szól az ő mondani valójuk. Ezért igazak, ez a bölcsesség. A parancsolat, a törvény, a rendelés, és minden, ami a Tora instrukciókkal kapcsolatos. Akinek nincsen meg ez a bölcsessége, az kérje Elohimtől, aki mindenkinek készségesen, szemrányos nélkül adja ezt. Nyilván, hogy egy természetesen, hiszen ő ezt várja. Azt várja, hogy az ember őt, az ő utait keresse, és az ő utain járjon aztán. Ehhez szüksége van az embernek bölcsességre, arra, hogy megértse azt, amiről beszél, és amiről szól ez az egész könyv. És ez megadatik az embernek.
hiszen a Teremtő azt akarja, hogy mindenki megtérjen és senki el ne vesszen. Lukács 1-es fejezetben ugyanerről olvashatunk, ami így szól, 16-17-es vers, és az Izrael, Izrael fiai közül sokakat megtérít Jahuához, az ő hatalmasságukhoz, ez ugye Jahukanonról szól, és ez előtte fog járni az illés, hogy Eliahu lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen Jahuának tökéletes népet. Tudjuk pontosan, hogy Jahukanon az embereket felkészítette a megváltó Jahusák, Másiák eljövetelére, és amint látjuk, az engedetleneket az igazak bölcsességére, és ez által térítette meg a fiakat és az atyák szívét. Azaz a bölcsesség, az igazak bölcsessége az, ami az engedetleneket megtéríti. Mi más lenne az, mint maga az instrukciók a Tora, hiszen ez az, amihez képest engedetlenek voltak ezek az emberek, hiszen nem tartották be azokat az előírásokat. Ehhez próbálta az embereket igazítani János, vagyis Jehukanon. Ugyanúgy a tökéletességről beszél, ahogyan arról Jakov is írt, ugye, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ez az, amit Jahua elvár az emberektől. Az pedig, hogy amennyiben az ember kér, az megadatik neki, ez kiderült többek között Jahukanon 14-es fejezet 12-től 14-ig. Bizony-bizony mondom néktek, ez ugye a Mesiák, a megváltó, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem. Elég egyértelmű, hogy aki őt követi, az úgy él, ahogyan ő élt. Az azt eszi, az azt a ruházatot viseli, az úgy beszél, az úgy hisz, az azokat az ünnepeket tartja meg, és az úgy él a világban, ahogyan ő élt. Az nem élhet úgy, ahogyan a világ, és azt mondja, hogy őt követi, hiszen egyértelműen felszólít minket arra, hogy úgy cselekedjünk, ahogyan ő cselekedett. És nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek. 13. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Az atya dicsősége a legfontosabb, és az, hogy amit kérünk, az azért kérjük, hogy az atyát dicsőíthessük, hiszen amennyiben bölcsességünk van, úgy tudunk élni, és az embereknek mutatni tudjuk az utat azáltal, ahogyan viselkedünk, ahogyan cselekszünk. Ezért mondja azt, hogy akármit kértek, nyilván nem arról van szó, hogy egy ilyen autót szeretnék, vagy olyan ruhát, vagy ezt a munkát. Arról van szó, hogy mindazt, ami ahhoz kell, hogy az atya dicsőítessék, azt kérjük, és azt megcselekszik. 14. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Azaz az ő nevében fordulunk az atyához, hiszen ő közben jár értünk a mennyekben. 6-os vers, de kérje hittel, semmit sem kételkedvén, mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt, ide s tova háj. Ugye arról már volt szó, hogy mi is a hit. A hit az a remélek dolgoknak a valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Hittel kérjük, azaz, hogy amennyiben kéri az ember, el kell, hogy higgye azt, hogy meg fogja kapni, és amennyiben elhiszi, így meg fogja kapni, hiszen így működik az atya, és így dolgozik a Ruach Kodesh által, ami felfedi nekünk az igazságot. Kételkedés nélkül, mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, melyet a szél ide stova hány. Erre nagyszerű példa, amiről ír Saul, az Efézusiakhoz írt levelének 4. fejezetében 14-15, hogy többé ne legyünk gyermekek, ki a gyermek, akinek nincs még bölcsessége, aki nem érti pontosan azt, hogy miről is szól az írás, kiket iden stova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az emberek álnoksága által, a téveg és ravasságához való családság által, azaz, aki elhisz mindenféle tanítást, ehhez hasonlítja a tengernek a habjait és a szelet. Az embert ides tova hányja ezek az össze-vissza tanítások és az ember, mindenféle embereknek a filozófiái. Ugyanerről ír itt Jakó, hiszen bölcsességet kellene, hogy kérjünk,
azért, hogy utána Elohimet dicsőítsük, amit ő megad, ne kételkedjünk ebben, különben olyanok leszünk, mint a tenger habja, melyet a szél ides tova hány. Ez a szél, ami ides tova hányja az embert, ez kiderül Efézusiakhoz, hogy ezek a különböző féle tanítások. Ehhez kell a bölcsesség az embernek, hogy eligazodjon a különböző féle tanításokon, hogy ne tudják azok ides tova hányni, hogy ne gondolja azt egyszer, hogy több nejűség, aztán az, hogy nem, aztán ezt, meg azt, meg amazt, mindig ahogyan más és más embereket hallgat, illetve más és más tanítások felé hajlik. Ehhez kell a bölcsesség, ugyanezt írja Saul, így folytatja, hanem az igazságot követvén, szeretetben. Tudjuk, hogy mi az igazság, hiszen már megvizsgáltuk, az igazság az igazak szája bölcsességet szól, mi is az igaz, aki a parancsolatok, a törvények szerint él, és igazságot cselekszik, tehát a törvény és a parancsolatok, a Tora, az instrukciók maga az igazság. Azaz ezt követi, szeretetben, nem úgy, mint a farizeusok, vagy a Tanákban a népek nagy része, hogy csak követték, mert muszáj volt, hanem szeretetben, hitből így is akar élni, ezt az igazságot követi, mindenestől fogva nevekedjünk abban, aki a fej a másiakban. És ezáltal fog az ember majd nőni a hitben, és egyre jobban megerősödik a mesiákban, és közelebb kerül az atyához. Ez az egész út lényege, ezért kérje a bölcsességet az ember, hogy fejlődhessen. Arra is felszólít, hogy ne kételkedjünk, és hogy miért is, azt megmagyarázza a 7-es versben, mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit Jahuától, a kétszívű minden útjában állhatatlan ember. Az, aki kételkedik, aki nem hiszi el teljes mértékben, annak nem elég erős még a hite, és erre utal az, hogy kétszívű. És minden útjában kétszívű lesz. Azaz egyszer így, egyszer úgy gondolkodik, egyszer a világ húzza, egyszer a teremtő húzza. El kell az embernek határoznia magát, elindulni azon az úton, és aztán meg fog erősödni, és segíteni fog neki a teremtő. De ha ez nincs meg az emberben, akkor nem lesz képes járni ezen az úton, hiszen minden útjában állhatatlan lesz, mivel két szív. Ha megvizsgáljuk a másik fordítást, ami az easy to read, az így szól, az ilyen ember ne is remélje, hogy megkaphatja, amit kéri a Huától, mert aki kételkedik, annak lelke kétfelé sántikál. Nem képes eldönteni, mindenben állhatatlan és megbízhatatlan. Nem képes dönteni, ezért mindenben állhatatlan és megbízhatatlan lesz. Rengeteg ilyen embert ismerünk, és a feladat az, hogy elkerüljük azt, hogy mi is ilyenné váljunk. Minél inkább az ember követi az instrukciókat, és az úton jár, annál erősebb lesz a hite. Ehhez kell a bölcsesség, erről szól Jakab levele ezidáig. Ahhoz, hogy az ember szilárd legyen a hitben, és ellenálljon a kísértéseknek, amiről korábban beszélt, és hogy állhatatos legyen, megbízható legyen, engedelmes, alázatos, ehhez szükséges a teremtő lelke, ami a Ruach Kodesh. Ez az, ami vezérel minket. Azonban ezt csak akkor kaphatjuk meg, hogyha járunk engedelmesen az úton. Ugyanezt erősíti meg Saul Rómaiakhoz írt levelének 14-es fejezetében, a 23-as vers így szó, aki pedig kételkedik, ha eszik, károsztatva van, mert nem hitből eszik, ugye itt az étkezésről van szó. A lényeg azonban az, hogy aki kételkedik, kárhoztatva van, mert nem hitből cselekszik. Ami pedig nem hitből van, az bűn. Hiszen amennyiben az ember azt gondolja, hogy tegyük fel, disznót nem lehet enni, és ennek ellenére eszik, az bűnt követel. Hiszen a hite az, hogy nem lehet, de annak ellenére cselekszik. Erről beszél itt Saul, és ugyanerről beszél Jakób is. Azaz Jakab. A probléma nem feltétlenül az, amit az ember nem tud, de hisz benne. A probléma az, amit az ember tud, és nem hisz benne, és ennek ellenére megcselekszik. Hiszen a tudatlanságot később mindannyian tudatlanok vagyunk bizonyos formában. Van, aki többet tud, valaki kevesebbet, azonban legjobb tudásunknak és a hitnek megfelelően élünk. Aki ennek ellenére cselekszik, az, akiről itt ír a két szívű ember. Az, akiről beszél Saul, ami nem hitből van, az pedig bűn. 9-es, Jakob, első fejezet, dicsekedjék pedig az alacsony atyafi,
az ő nagyságával, a sorsú az ugye hozzáadott, nyilván arról beszél, aki alacsony sorban él, úgymond szegény. A gazdag pedig az ő alacsonyságával, mert elmúlik, mint fűnek virága. Hogyan és miért is dicsekedjék az alacsony rangú, vagy a szegény az ő nagyságával? Erről számtalan helyen olvashatunk. A gazdag pedig az ő alacsonyságával, mert elmúlik, mint fűnek a virága. Azaz mindenkinek egyfelé kellene mozdulni. Ez pedig az alázat és az engedelmesség. Ehhez azonban az embernek le kell úgymond alacsonyodnia, hiszen a gazdagnak le kell egy bizonyos szintre jönni és elfelejteni az ő gazdagságát, hiszen Yahuwah az engedelmeseket, az alázatosokat keresi. Erről olvashatunk többek között Tehelim 37-es fejezetben, a szelidek pedig öröklik a földet és gyönyörködnek nagy békességben. Ez a szó szelidek, ez nem más, mint a héber szó. Strong's H 6035. Anav. Anav. Second entry. Anav. Anav. Mely szó szerint a használat alapján az írás során szegényt jelent, alázatos jelent, valakit, aki sanyargatva van, illetve szelidet jelent. Aki szükségben van, aki gyenge, és aki alázatos vagy alacsony. Ez az, amit az NAV szó jelképez. Mindenki, aki el van nyomva, a Strong's definíciók szerint az elnyomottak, illetve azok, akik alázatosak, engedelmesek és gyengédek. Ezek ugye az alacsony sorsúak, akikről Jakob ír. Még érdekes az, amit Cefeniah, vagyis Sofóniás második fejezet harmadik versben olvashatunk, keressétek Jahuát mindnyájan e föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekeztek, keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot, talán megoltalmaztattok Jahuah haragjának napjában. Jahuah haragjának napja az, ami még előttünk van, és nem is olyan távol. Nagyszerű az, ahogyan Cefeniah összefoglalja, keressétek Jahuát a föld alázatosai. Azok, akik alacsony sorsúak, és azok, akik gazdagok, de hajlandóak megalázkodni. Miért? Akik az ő ítélete szerint cselekeztek. Úgy kell élni, ahogyan ő azt meghatározta. Ez az ő ítélete, ez az igazság mellesleg. Keresétek az igazságot, ugyanúgy, ahogy már megbeszéltük, hogy mi az igazság. Mindenki erre szólít fel a könyv elejétől a könyv végéig. Élj úgy, ahogyan ő meghatározta, hogyan határozta meg a Tora instrukciói alapján. Élj úgy, az megtanít téged alázatosságra, engedelmességre, hogyan szeresd a felebarátodat, Jakuát, a teremtőt, hogyan járd ezt az utat. Ez az, amit keresned kell, ez az igazság. Keressétek az alázatosságot, hiszen anélkül nem fog menni. Hiszen amennyiben az emberben nincs alázatosság, nem fog tudni úgy viszonyulni az embertársaihoz és a teremtőhöz, ahogyan az elvár. Amennyiben ezt megteszi az ember, talán megoltalmaztatik Jahuah haragjának napján. Ez az, ami az élethez vezet. És hogy valóban bebizonyítsam azt, hogy a könyv elejétől a könyv végéig erről van szó, sőt, a Mesiák is erre szólít fel, Matiahu 5-ös fejezet, 5-ös, 6-os vers, így szó, boldogok a szelídek, mert ők örökségük bírják a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjúzzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Azaz az embernek szelídnek kell lennie, és éhezni, szomjúzni az igazságot. Mi az igazság? Az ő törvénye, az ő parancsolatai, a rendelései, az utasításai. Ez az igazság. Aki ezt meg akarja érteni, az kéri a teremtőt, ahol teremtőtől azt, hogy adjon neki bölcsességet, hitből teszi ezt, ő megadja neki, és így képes lesz járni az úton. És nem lesz két szívű ember. Azonban ehhez alázat kell, és ez az alázat fogja lehetővé tenni azt, hogy az ember járja ezt az utat. 11-es vers. Mert felkél a nap az ő hévségével, és megszárítja a füvet, és annak virága elhull, és ábrázatának kedvessége elvész, így hervad el a gazdag is az ő útaiban. Ugye a maga a parabola arról szól, ahogyan a fű és a virág
kinő, és aztán idővel elhervad, hiszen ez az élet körforgása, ugyanígy múlik el az ember gazdagsága is. Amennyiben a gazdag az ő utaiban jár, az ő saját utaiban jár, saját feje után megy, és nem Jahua útján jár. Amennyiben a gazdag képes alázatosságot tanúsítani, akkor pedig megmenekül, ahogyan azt Szefeniás, Sofoniás 2.3-ban olvashattuk. Azonban, ha az ő saját útain jár, akkor nem lesz erre képes. Nagyszerű példa erre, amit olvashatunk Lukács 12-es fejezet 16-tól 21-ig, ez pedig egy újabb példázat, egy parabola a siáktól. És mondanék egy példázat szóval, egy gazdag embernek bőségesen termett a földje. Ugye ez a gazdagságról egy példázat. Azért magában okosodék mondván, azaz magában okosodék, tehát az ő útait járta. Mit cselekedjen, mert nincs hová takarnom az én termésemet. Ugye annyi volt, hogy nem tudott vele mit kezdeni. És mondta, ezt cselekszem, az én csűreimet lerontom, és nagyobbakat építek, és azokba takarom minden gabonámat, és az én javaimat. Azaz elkezdi felhalmozni magának azt, ami termett. És mondom az én lelkemnek, ugye ismét csak ő mondja az ő saját lelkének, magában okosodik, az ő útait járja. Én lelkem, sok javaid vannak, sok esztendőre eltéve, tedd magadat kényelembe, egyél így át gyönyörködjél. Azaz, mindenem megvan, nem érhet semmi baj, és az élet nagyszerű. 20-as, mondta pedig néki Elohim, bolond. Az éjjel elkérik a te lelkedet te tőled, amiket pedig készítettél, kiéi lesznek. Így van dolga annak, aki kincset takar magának, és nem Elohimben gazdag. Ez a problémája a gazdagsággal. Amennyiben az ember a saját útján jár, a saját lelkét, saját magát tanítja, akkor az bolond Elohim előtt, hiszen nem tudhatja azt, hogy mennyi ideje van még hátra. Lehet, hogy rengeteg dolgot felhalmoz, azonban amennyiben itt is, az éjjel elkéretik a te lelkedet te tőled. És hogy mi lesz akkor azzal, amit az ember felhalmozott. Ezért érdemesebb inkább az embernek alázatot tanúsítania, és Elohim útját keresnie, és azokat a dolgokat felhalmozni, amit ő majd a végén értékesnek fog találni. Nem pedig azokat, amiket e világon értékesnek talál. 12-es. Boldog az ember az, aki kísértésben kitart, mert minek utána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit Jahua ígért az őt szeretőknek. Aki kísértésbe esik, ugye erről itt Jakob korábban, az jó úton jár, hiszen annak a hite erősödni fog, hiszen az csak egy teszt. És majd a ruák, a lélek erősödik benne, és az tovább vezeti az úton. Ehhez azonban ki kell tartani az embernek, amennyiben kitart, megpróbáltatik, és a végén elnyeri azt a jutalmat, amelyet Jahua az őt szeretőknek ígér. Érdemes kideríteni azt, hogy mi is, ki is az, aki őt szereti. Ez az egyik legnagyszerűbb példa erre, Debarim 6-os fejezet 4-től 6-ig, Hald Israel, Izrael, Jahua, a mi hatalmasságunk egy Jahua, azaz egy egység. Szeressed azért Jahuát, a te hatalmasságodat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. Azaz, itt is ugyanúgy a szeretet volt a lényeg. És ez ígék, melyeket mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. Így szereted Jahuát. Ezek az ígék, melyeket parancsolt a Tora, az instrukciók, a szívedben legyen. Ugyanerről beszél, ugye, Tehelim, Zsoltárok 40-es fejezet 9-es, az ő akarata, hogy a parancsolatai az emberek szívében legyenek. Ugye ez a szeretet, ha a parancsolatok az ember szívében vannak, ugyanúgy, hogy Tehelim 49, hogy teljesítsem a te akaratodat, azaz mi az ő akarata, én hatalmasságom, a te törvényed keblem közepette van. Ugyanúgy, ahogyan. 5 Mózes, ugyanúgy. Tehelim, Zsoltárok, ugyanarról szól. De egyébként erről beszél Jahusa, azaz Józsué 22-es fejezet 5-ös vers, csak igen vigyázzatok, hogy teljesítsétek a parancsolatot és a törvényt, melyet parancsolt néktek Mosé, Jahuának szolgája,
hogy szeressétek Jahuát, a ti hatalmasságotokat, hogyan? Járjatok minden ő útjain, és tartsátok meg az ő parancsolatait, és ragaszkodjatok hozzá, és szolgáljatok neki teljes szívetekből, teljes lelketekből. Így szereti az ember. Aki nem az ő útján jár, nem követi az ő instrukcióit, az nem szereti ő. De a Brit Kadasa, az új szövetség is mutat erre példát, például egy Jahukanon második fejezet 3-as 6-os, és arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk, ugyanúgy, ahogyan eddig is, ugyanaz a követelmény most is, aki azt mondja, hogy ismeri, az megtartja az ő parancsolatait, de nem csak, hogy ismeri, hanem kiderül később azt is, az is, hogy mi más. 4-es vers. Aki ezt mondja, ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság, mert mi az igazság, az ő parancsolatai. Tehát aki azt mondja, hogy ismerem, meg szeretem, ennek ellenére nem tartja meg a parancsolatait, abban nincs igazság, aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósága teljes élet. Micsoda? Elohim szeretete. Nem Jahusa szeretete, hanem Elohim szeretete. Azaz Elohim parancsolatairól van szó, hiszen az ő parancsolatai ez az igazság. Aki megtartja az ő beszédét, az az, aki beteljesíti majd a szeretetet. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő jár. Ugye itt Jahusa másiákról van szó. Aki nem úgy jár, nem úgy cselekszik, nem úgy él, az nem ismeri, és az nem szereti Elohime. Ez az ember fogja az életnek a koronáját elvenni. Aki szereti Jahuát, aki a parancsolatokat, rendeléseket, törvényeket, utasításokat betartja, aki azt szerint él, aki engedelmes, aki alázatos. 13-as. Senki sem mondja, mikor kísértetik. Elohimtől kísértetem, mert Elohim gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. Azaz a kísértés nem Elohimtől jön, nem ő az, aki közvetlenül kísért minket. Meg fogjuk látni azt, hogy honnan is ered a kísértés. Azonban azt már láttuk, hogy mi a gonoszság, ugye a gonosznak meg kell térnie minden ő útából, és a parancsolatok törvények szerint cselekednie, és igazságban élnie. Jehezikiel, Ezekiel 18:20-21, vagy pedig ugyanígy Jehezikiel 33-as fejezet szintén erről szól. De számtalan más verset is lehet találni a gonoszságra. Elohim nem kísérthető gonoszsággal, hiszen benne nincsen ilyen. Ő az ellenkezője, az ellentétje a gonoszságnak. Őt nem lehet ezzel megkísérteni, ő pedig nem is kísért minket. Nézzük meg, hogy honnan is jön a kísértés. Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánságait. Elohim nem bíztat senkit arra, hogy gonoszságot cselekedjen. Ő nem így működik. Hanem mindenki saját maga vonja ezt magára azáltal, hogy enged a test csábítására. Azáltal, hogy gyenge az ember, hiszen ez benne van, ez a mag, a kezdetektől fogva, hogy bűnt kövessen el. Ezért szükséges az engedelmesség, az alázat, ezért szükséges a bölcsesség, ismerni az igazságot, járni az úton, hogy a Ruach HaKodesh megvédje az embert, hogy a Teremtő, a Szentlélek által tudja az embert vezetni az úton. Azonban az ember elgyengül időnként, és ekkor maga beengedi az életébe az ellenséget, és ekkor érkezik a kísértés. Hiszen ez a saját tulajdon testének a gyengesége és a kívánsága. Ha megnézzük a másik fordítást, az valamivel egyszerűbben fogalmaz. 14-es, ha valakiben feltámad a gonosz dolgok iránti kívánság, ami ekkor vagy akkor így vagy úgy, mindenki életében előfordul, akkor valójában a saját szívének kívánsága csalogatja rossz irányba. Azaz ez a saját maga hibája, a saját maga gyengesége az, ami eltereli az útról. Jeremiáhu 17-es fejezet 9-es versben meg is tudjuk, hogy miért a szív az, ami elvonja az embert, hiszen ugye ez az easy to read fordításban van, így, hogy a saját szívének kívánsága csalogatja rossz irányba. Ez az oka annak, hogy kísértésbe esik az ember,
Így szól Jeremiáhu, családabb a szív mindennél, és gonosz az, kicsoda ismerni azt. Az ember nem hallgathat a saját szívére, ahogyan azt megmutatta itt Jakob is, hogy a gazdag az ő saját utaiban járt, a saját lelkéhez beszélt, a saját bölcsességére hallgatott. Ez volt a probléma. Az ember kísértetik, mivel gyenge. 15-ös vers. Azután a kívánság megfogamván, bűnt szül, bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Ez a kívánság a testnek a gyengesége, amikor az emberben megfogalmazódik, onnantól kezdve, ha az ember enged ennek, akkor előbb-utóbb bűnt fog elkövetni, hiszen az ellenség el fogja téríteni az útról. Ekkor kell visszatérni a helyes útra, úgy, hogy alázatos, engedelmes, ismeri az igazságot és a bölcsességet, és kéri Jahuát, hogy segítse őt ebben. Amennyiben nem, akkor beteljesedik a bűn. Ugye erről beszél itt Jakób, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Miért? És azért, mert a bűn zsoldja halál. Saul Rómaiakhoz 6-os fejezet 23-as versben remekül megfogalmazta, mint mindig. Az Elohim kegyelmi ajándéka pedig örök élet Adonai Jahusák a másiák által. Ugye azért, hiszen ő megmutatta az utat nekünk, mi nekünk csak azon az úton kell járnunk, a hitben. Amennyiben az ember vétkezik és letér az útról, és hibát követel, akkor egyszerűen megtér, és megbocsátást kér, visszatér az útra, és jár tovább. Nem járhat az ember bűnben, hiszen a bűn zsoldja az halál, ahogyan itt Saul fogalmaz, és remélem észrevettétek azt, hogy milyen nagyszerűen halad egymás mellett Jakób levele, illetve Saul írása a rómaiakhoz, de Saul összes írása párhuzamosan halad Jakab levelével, Jakób levelével, hiszen ugyanarról beszélnek, akárcsak az összes többi könyv az írásban. 16-os vers, ne tévelyegjetek, szeretett atyám fiai, azaz járjatok az úton, hogyan nem tévelyeg az ember úgy, hogyha van bölcsessége, és hogyha jár azon az úton, amit kijelölt számára, és mindannyiunk számára a Teremtő, akkor nem fog támolyogni. Támolyogni és tévelyegni. Hiszen amennyiben így él, akkor látni fogja az utat, amerre haladnia kellene, és így nem fog tévelyegni. Misli 6-os fejezet 23-as, így szól, mert szövétnek, azaz lámpás a parancsolat, és a tudomány, világosság és életnek úta a tanító feltések. A parancsolat az, ami a lámpás, Jahua parancsolata. A tudomány az Jahua torájának, instrukciónak ismerete. Ez a világosság, ez a fény, ami segít az embernek, hogy ne tévelyegjen. És az életnek az útja, az életbe vezető út, azok a tanítások és feddések, melyek ebben a könyvben találhatók. Mind azok az emberek, akik azt mondják, hogy erre nincs szükség, azok nem értik az alapvető üzenetét ennek a könyvnek. Úgy értem az egész írás, amit Bibliának hív. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá, ami ugye maga az Atya, Jahua. Akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Szóval azok, akik azt feltételezik, hogy eljött a megváltó, és egy új parancsolatot adott, meg megváltoztak a dolgok, azok nem értették meg azt, amiről beszél. Nem csak, hogy Jakab, hanem az egész könyv. Malakiás 3. fejezetben a 6-os vers nyilvánvalóvá teszi azt, hogy én, Jahua, nem változom. És ugyanerről beszél Jakób is. Akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka, megmondta, hogy mi az út, mi az igazság, hogyan kell szeretni őt, hogyan kell szeretni a többi embert, leírta ezeket az instrukciókat, ezek alapján kell élnünk. Ez nem fog megváltozni attól, hogy eljött a megváltó, vagy hogy Saul ezt vagy azt írt, és az emberek azt ilyen vagy olyan módon félreértelmezik. Az ő akarata szült minket az igazságnak igéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk. Ez ugye ne felejtsük el, hogy kihez szól ez a levél. Elszórtan levő 12 nemzetségnek. Ezekhez ír, az ő atya fiaihoz, azaz ő vér szerinti testvéreihez. Jahua volt az, aki létrehozta
ők a zsengéje, ők az első szülöttei, úgymond. Ők az első termés ennek az egésznek. Természetesen azóta rengeteg ember csatlakozott az úthoz, bárki, aki úgy él, csatlakozhat, de ők akkor ott, ez volt az első úgymond nemzedék, aki, illetve maga a nép az, aki az első zsengéje, az első termése ennek. Az igazság igéje által teremtette őket. Mi az igazság igéje? Az ő parancsolatai, rendelései, utasításai, és röviden az ő instrukciói. Jehukanon 17.17 ugyanerről beszél, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te ígéd igazság, az ő ígéje, az igazság. Mi az ő ígéje? Az maga az úgynevezett ószövetség, amelyet a legtöbben már nem hajlandók kinyitni. Hiszen abban az időben, mikor Jakób vagy Saul vagy az apostolok tevékenykedtek, illetve a tanítványok, abban az időben nem létezett az, amit mi ma új testamentumnak hívunk. Tehát ennek kellett, hogy legyen az igazság, ez volt az ő szava. Erről beszél Lukács, 24-es fejezet 44-től 46-ig, akit érdekel, olvassa el, leírja, hogy mi maga az ige, az írás, az ő szava, az igazság. De ugyanúgy Tehelim 119, 142, a te igazságod igazság örökké, és a te törvényed igaz, 144, te bizonyságaidnak igazsága örökké való, oktas, hogy éljek. Azaz, az ő igazsága örökké áll, a törvényei és az ő bizonyságai örökké állnak, ez az, ami igaz, a te ígéd az igazság, erről beszél Jakub-kanon 17-17-ben a Mesiák, és ugyanerre utal Jakób is, mikor azt mondja, hogy nincs változás, változásnak árnyéka, azaz örökké igaz az ő igazsága, és az ő igéje által teremtette az embert, hiszen az ő igéje az, ami átformálja az embert, ami megteremti az embert olyanná, amilyenné ő akarja. Így lesz az ember is az úgynevezett termés a végén. Az a termés, amit majd meg akar tartani, és nem a tűzbe hajítani. 19-es. Azért szeretett atyám fiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Azaz előbb gondolkoz, mielőtt megszólalsz. Gyors a hallásra. Milyen hallásra? Rómaiakhoz 10-17. A hit hallásból van, a hallás pedig Elohim igéje által. Az igazság igéje által. Erre legyen gyors az ember hallása. Ezt hallgassa, aztán fogja be a száját, és uralkodjon magán. És akkor nem lesz problémája. Miért? Mert az ember haragja Elohim igazságát nem munkálja. A harag nem járhat együtt a teremtő igazságával. Mi az ő igazsága? Erről már számtalanszor volt szó, és ez nem változott egész mostanáig sem. Hiszen nincs változás, vagy változásnak árnyéka nála, és Malakia 3.6. Én, Jahua, nem változom. A harag az nem Elohimtől való. Legalábbis az a fajta harag, ami kontrollálatlan marad, és megoldatlan hosszú ideig. Ez nem segíti azt, hogy az ember közelebb kerüljön hozzá. 21-es vers. Elvetvén azért minden undokságot, és a gonoszságnak sokaságát. Mi a gonoszság? Ugye egy Hezekiá 18-20-21, a gonosz megtér az útjából, és a parancsolat törvények szerint él, és igazságot cselekszik. A gonoszság ennek az igazságnak, a törvényeknek az ellenkezője. Szelítséggel, azaz alázattal fogadjátok a beoltott igét, mi a beoltott ige, az ő szava, mi is ez a Tora, az instrukciója, a törvények, a rendelések, amely megtarthatja a ti lelketeket. Ez az, ami megtartja az ember lelkét. Miért is kellene ettől megszabadulni? Elfelejti az ember mindazt a szemét dolgokat, amiket a világ képvisel, megtér a gonosz útjából, alázatot tanúsít, az ige, azaz Elohim szava, a Tora, az instrukciók szerint, és ez az, ami megtarthatja az embernek a lelkét majd. Ez az, ami által él az ember. Ha már megbeszéltük azt, hogy mi az ige, ami megtarthatja az ember lelkét, akkor miért is akarna megszabadulni bárki ettől? Az ellenség az, aki erre tanítja. Ezért említettem már annyiszor, hogy a keresztény
tanítások, illetve az a Jézus Krisztus, amely kereszténységet képviseli, az az ellenségtől való. Nem azt mondom, hogy a keresztények azok, vagy ők tudatosan csinálják, mert egész egyszerűen tudatlanok, és nem ismerik az írás, nem tudják, hogy hogyan kell ezt megfejteni. Erről szólnak ezek az írások, és erről szólnak ezek a videók, hogy segítsünk egymásnak megérteni azt, hogy mi is az üzenet. Ha az ige meg tudja tartani az embert, ahogyan itt is mondja. Ha ugyan ezt üzeni a Messiák, Lukács 8-as fejezet 11-12, a példázat pedig ez ugye a magvető példázata. A mag Elohim beszéde, ez azok a magok, amelyek az útszélre estek. Az útfélen valók pedig azok, akik hallják, aztán eljön az ördög, kikapja az ígét a szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. Tehát az ige, ha az ember szívében van, ahogyan azt írt a Zsoltárok 40-es 9-es, hogy a teljesítem az akaratod, az ígéd a szívemben van, ugyanerről beszélt Tabarim 5 Mózes 6-4-6, hogy a te ígéd az én szívemben van, ugyanerről beszél Józsué 22, ugyanerről beszél az egész könyv, hogy a te Torád, az instrukcióid, ami az ígéd a szívünkben van, úgy éljünk. Azt szerint akkor üdvözüljenek. Az ellenség tudja pontosan, hogy mit kell tennie. Azok, akik az útszélen vannak, hallják, azonban még mielőtt elváltoznának, tehát a gonoszságot elhagynák, az undokságot elfelejtenék, alázatot tanúsítanának, és így megtartatnának, még az előtt kikapja az ígét az ő szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek, hiszen tudja, hogy ez az a szó, ami által az ember át fog alakulni, úgy ahogy Rómaiak 10:17 írja, a hit hallásból van, a hallás Elohim igéje által. Ha az ember hallja, megérti, akkor fog majd az élete megváltozni, akkor lesz képes megváltozni. Azonban nem elég hallani, hiszen a 22-es vers így szól, az igének pedig megtartói legyetek, és ne csak hallgatói megcsalván magatokat. Ne csak mondogasd azt, hogy én szeretem, hogy nekem ez a mindenem, én imádom az Urat, én imádom Jézus az életem. Hanem megtartói. Minek? Az igének. Mi az ige? Az ő parancsolatai, rendelései, utasításai, ez összefoglalva a Tora, az ő instrukciói, ez az ige. Ha ezt megtartod, akkor üdvözül, akkor tartatik meg a lelked. Ne csak hallgass, ne csak mondogass, hanem tartsd meg. 23. Mert ha valaki hallgatója az igének, és nem megtartója, azaz csak hallgatja, de nem úgy él, az hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázat, mint amikor az ember a tükörben néz, mert megnézte magát, és elment, és azonnal elfelejtette, hogy milyen volt. Hallotta, egyik fülén be, a másikon ki, de nem változtatta meg az ő saját útját, az ő cselekedeteit. Ezért ő nem megtartója, csak hallgatója. Ugyanúgy az ember megnézi magát a tükörben, arra megy, és elfelejti, hogy hogy nézett ki. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, akkor ezek szerint a törvény nem az, hogy átok, vagy rabság, vagy ez egy ószövetség, hanem ez a szabadság tökéletes törvénye. És megmarad amellett, és megtartja, nem csak hallja, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében. Hanem ez nem csak, hogy a szabadság törvénye, ez nem csak, hogy megtartja a lelket, vagy üdvözíti az embert, hanem boldogságot is hoz az ember életében. Jakab nem az ujjával szopta ki ezt a szabadság tökéletes törvényét, hiszen ugyanerről ír Tehelim 119, 44-47-ig, és megtartom a te törvényedet, mit csinál Daud? Dávid, mire szólít fel? Megtartom a törvényedet mindenkor, mindörökké. Tágas téren járok, mert a te határozataidat keresem. Azaz szabadságot ad neki az, hogy az ő határozataiban keresi. Határozatait keresi, de nem csak azt, hanem megtartja a törvényét. Mindenkor, mindenhol. Ez az, amit tágas teret ad. Ez a szabadság tökéletes törvénye. Királyok előtt szólok a te bizonyságaidról, és nem szégyenülök meg, gyönyörködöm a te parancsolataidban, amelyeket szeretek. Akkor hogy lehet az, hogy Jakób erre szólít fel? Ugyanerről ír Dávid,
Ugyanerről szól az egész könyv, mindenki ezt mondja, ennek ellenére a legtöbben még mindig azt mondják, hogy ez átok és ez rabság. Mikor mindenki az ellenkezőjét mondja. 26-os. Ha valaki Elohim tisztelőjének látszik köztetek, de nem zabolázza meg nyelvét, sőt megcsalja maga szívét, annak igazsága hiába való. Annak Elohim tisztelete hiába való. Az, aki annak látszik, aki azt mondogatja, aki arra gondol, hogy én imádom az Urat, nekem mindenem Jézus, én alig várom, hogy olvassam. Aki úgy néz ki, de nem úgy él, az nem az ő, nem az övé. Annak hiába való mindaz, amit ő mondogat, hiszen nem úgy cselekszik. 27-es vers, tiszta, szeplő nélkül való Elohim tisztelet, az Elohim és az Atya előtt ez. Elmondja még egyszer összefoglalva, mi az, ami egyenlő azzal az úttal, amit Elohim, vagyis Yahuwah teremtő elvár. Meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, szeplő nélkül megtartani magát e világtól. Azaz cselekedetekben fog megnyilvánulni ez a tisztelet, ez a szeretet, amiről beszél az ember, amit hallgat, amit gondol. Ez cselekedetekben kell, hogy megnyilvánuljon. A cselekedeteket megtanulja az ember a hallás által, az igéből úgy él. Ehhez hozzátartozik az étkezés, mások segítése, tisztelete, az, hogy betartja az ember azokat az ünnepeket, amelyeket Elohim meghatározott saját magának, az ő elválasztott napját is tiszteletben tartja, és az összes többi dolgot, amit ő mondott. Szeplő nélkül megtartja az ember magát e világtól. Ez csak úgy lehetséges, hogy az ember úgy él, ahogyan hallja azt az igéből. Úgy kell élnie. Az igének pedig megtartói legyetek, és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Erre hoz néhány példát 26-27-es versben. A 26-osban azt mondja, hogy aki Elohim emberének tartja magát, és nem zabolázza meg a nyelvét, azaz nem úgy kommunikál, az megcsalja magát. Igének megtartói legyetek, hogy ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Aki csak mondogatja, de nem úgy él, az megcsalja magát. Hoz egy másik példát a 27-esben. Meglátogatja az árvákat, az özvegyeket, az ő nyomorúságban segíti azokat, akik rászorulnak. Ez szintén egy cselekedet. Az ember hisz, ez cselekedetekben nyilvánul meg. Szeplő nélkül elkülönül a világtól. Az, hogy megtartja magát a világtól, az azt jelenti, hogy elkülönül. Az elkülönülre a szó a szent. Mi az, ami megszentel? A te ígéd, János 17:17. Ezért mondom, hogy az egész írásnak egy és ugyanaz az üzenete. Ismerd meg, hitből, és változtasd meg az utaidat, úgy cselekedj. Ez az üzenete az írásnak, és Jakob, vagyis Jakab levele az egyik legnagyszerűbb példája, mind az öt fejezet, arra, hogy mi is az, amit tennünk kellene. Ez az, amiről szól. A hit cselekedetekben fog megnyilvánulni. Ha egy mondatban szeretnénk összefoglalni az első fejezetet, az mindenképpen ez lenne. Az igének pedig megtartói legyetek, ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Remélem hasznosnak találtátok, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!